A legfontosabb igény a megbízói oldalról az volt, hogy egy igazán otthonos, minden igényt kielégítő enteriőt hozzak létre a 6 fős család számára. Bíró András vagyok, az András Interior vezető belsőépítésze és alapítója, ez pedig a Villa F. Budapest részben városrészén helyezkedik el a 4 szintes villaépület, amelyet Reisz Ádám és csapata, a Rapa Architects tervezett. Én a szerkezetkész állapotban csatlakoztam be a tervezésbe, és enyém volt az teljes belsőépítészeti projekt. Mivel a ház szerkezetkész állapotban volt, legelőször egy Bauhaus stílusú villát vizionáltam a meglévő építészeti tervek és látványtervek alapján, de abszolút mai enteriőrrel. Az épület formája nagyban adott volt, több íves és ívelt tömeg jelenik meg, valamint a minden 4 szintet magába foglaló lépcsőház, a nappali ívelt üvegű kinyúlása és a legfelső emeleti panorám alakrésze. Ez mind Bauhaus jellegű formanyelv. Az első inspirációt a tapéták ötletei adták. A megbízói egyeztetésen órákig ötleteltünk azon, hogy mik legyenek a pontos minták a falakon. Több falfelületen is megjelennek a Solinfo által forgalmazott Wall&Deco tapéták. Mind a mintákkal rendelkező, mind az alaptapéta, amely a hatalmas lépcsőházat öleli körbe. Miután a nappali tapétája madaras kiválasztásra került, onnantól az egész házra alkalmazni lehetett ezt a folyamatot. Úgy gondolom, hogy a közösségi tereket egy design nyelvezetre hangoltuk, hogy az egységes összkép meglegyen a ház minden részében. Fontos volt még, hogy a család minden tagja megkapja azt a teret, amit magáénak érez, beleértve a hálószobákat és a saját fürdőszobákat is. Így minden szoba a használójának az egyéniségét tükrözi, így alakítottuk ki a tervezésnél például a púderrózsaszín színű lányfürdőszobát, vagy a fiúknak a farmer szövet hatású hidegburkolattal megálmodott majomlápás fürdőjét is. Az egyedi bútorokon szerettem volna, ha a központban lenne a ház külseje, ezért a bejáratnál végig a nappalig húzódik egy hosszú, a végén ívelt egyedi bútor, ami a ház homlokzatára is utal. Ez fogja össze az előtér, lépcsőtér, közlekedő, étkező, konyha és nappali tereit. Úgy érzem, elég hamar sikerült a megbízóimmal összhangba kerülni, mert már az első koncepciók átadásánál ez megtörtént, és a további tervezés alatt ez elmélyült. Nagy szabadságot kaptam a tervezés során a megbízótól, de igazából nem is az a fontos, hogy mekkora szabad kezet ad ilyenkor, hanem az, hogy együtt tudjunk dolgozni, hogy megértsem azt, amire ő gondol, amire ő vágyik. Az a cél, hogy így megértsük egymást és ráérezzek, arra a stílus, amiben majd jól fogja érezni magát a családtagjaival, a szeretteivel és a barátaival a mindennapokban. Kivitelezés során felmerült egy nagyobb feladat, a lépcsőház orsóterének a megvilágítására a tercelné mizu függesztékeket választottuk, amiről azt kell tudni, hogy minden egyes darabja üveg és kézzel készült egyedileg. Ebből 26-ot kellett betervezni a 4 szintet átfogó lépcsőtérben. Tehát a lámpa konstrukciónak kellett terveznem egy acéltartót, ami a kapszula alaprajzú bevilágítóhoz illeszkedik. Építészeti, statikai, formatervezési, kivitelezési és belsőépítészeti igényeknek egyaránt meg kellett felelni. Kompromisszum sok dolog miatt alakulhat ki egy megbízás kapcsán, de azért veszünk részt benne mindannyian, tervezők, kivitelezők egyaránt, hogy a megbízónak a lehető legzökkenőmentesebb legyen ez az időszak.
A megrendelőm számára nagyon fontos volt az egyediség, mert nem ez volt az első háza, amelyben építész és belsőépítész is tervezett. Merőben más szeretett volna, mint amit eddig megtapasztalt, és azt gondolom, hogy olyan lett, amilyet akart is. Sosem az adott év belsőépítészeti stílusát veszem alapul a tervezések során, hanem mindig időtlen anyagokat és kialakításokat szoktam betervezni, ezáltal időtlen is lesz az adott tér, amit kialakítunk. Szeretnék köszönetet mondani a Solinfo csapatának, minden kivitelezőnek, generál kivitelezőnek, Marton Tamásnak, de leginkább a megbízóimnak, akik végigkísérték a tervezési és kivitelezési folyamatokat.